Zárva termő, kétszékű virágos növény virág felépítésének vizsgálata. A virág az a májva cserje virága lesz, amelyet részekre fogunk szedni. Tudnunk kell, hogy a virág a növény szaporítószerve, amely a kocsányon keresztül rögzül a szárhoz. Nézzük meg, milyen részekből épül föl. A kocsány kiszélesedő része a vacok, ebben helyezkednek el a csésze és a szilomlevelek. Kívülről befelé haladva próbáljuk meg a virágunkat részekre szedni. Először a csészeleveleket fogom leszedni. Majd ezt követik a szilomlevelek. A csésze és a szilomleveleket együtt takaróleveleknek nevezzük, melyeknek feladata, hogy védik a növény ivarleveleit, a porzót és a termőt. A szilomleveleknek ezentúl feladatuk még a megporzás és a megtermékenyítés segítése, ezért tudjuk, hogy a szilomlevelek azok általában színesek, hogy a méheket, illetve a megpozzást végző rovarokat oda csalogassák. Most pedig nézzük az ivarleveleket. Az ivarlevelek a porzó, amelyek nagyon szorosan körülölelik a női ivarlevelet, a termőt. És miután a porzókat eltávolítottunk, középen megfigyelhető a termő, amely a női ivarlevél. A termő alsó kiszélesedő részét magháznak nevezzük. Ezt követi a bibeszál, és fölül a ragadós bibe található. Nagyon fontos, hogy ez a bibe ragadós, ugyanis megporzáskor ide kerül a virágpor, amelyek itt megtapadva, majd tömlőt hajtanak a magház irányába, és megtörténik a megtermékenyítés. A porzónál is külön részeket különítünk el. A májva cserje esetében nagyon rövid a porzó szál, és a végén a kis sárga színű portokok láthatók, ebben helyezkednek el a virágpollenek, benne a hímival sejtekkel, amelyek a megtermékenyítés folyamatában eljutva a petesejthez egy új növény kialakulására biztosít lehetőséget. Ha megszámoljuk a takaró levelek számát, a csészeleveleket, 1, 2, 3, 4, 5, és ugyanez az ötös szám jellemzi a szilomleveleket is. Ez árulkodik arról, hogy a májva csering a kétszikűek osztályába tartozik, hisz a kétszikűek osztályába tartozó növényeknél a virágtakaró levelek számára az ötös szám jellemző, illetve annak többszörösei.